igazából nagyon jól éreztem magam. Ugye már megérkeztem csütörtökön, azt is sikerült végigtesztelnem az egész napot. Nagyon sokat jelentett, a pálya nagyon tetszik, a csapatnak a hozzáállása is nagyon-nagyon tetszik. Igazából minden kívánságomat teljesítik, együtt tudunk kísérletezgetni beállításokkal. Amik egyszer sikerülnek, ugye egyszer nem, de egyébként nagyon-nagyon jól éreztem magam. Egy érdekes pálya ez a poznani, én azt gondoltam, hogy ez egy viszonylag egyszerű pálya lesz, és rá kell jönni, hogy a vonalvezetés az egyszerű, de az utolsó egy másodperc, azt nagyon nehéz rajta megtalálni, nagyon trükkös pálya. Ezért aztán természetesen nagyon tetszik, de valóban ezen sokat kell menni, hogy ez hasonló egyébként, mint a Hungaroring, tehát megvannak a trükkjei, és nem szabad rajta hibázni, mert mindjárt ott marad 5-6 tized, és azt utána nehéz ugyanazon a körön fölhozni. Ugye nyilván mindenki győzni jön ide, tapasztalatokat kell szereznem, ugye ez az első jön a formautóval egyáltalán, hátsó kerekes autóval nem is versenyeztem még, úgyhogy mindenképpen tapasztalatokat kell gyűjtenem, mégis ennyi. Azt kell mondjam, hogy a mai nap, a második nap az lényegesen nehezebb volt. Ugye a időmérőedzésen volt egy hidraulika problémám, ami miatt szét kellett szedni a kocsit. Ez egy kicsit rányomta a bélyegét az autó viselkedésére, de a lényeg sikerült. Ha jól számolom, akkor 3 vagy 4 hétvége, úgyhogy küzdős lesz, de hát bízunk benne, hogy hasonlóan jó eredmények születhetnek.